Már az utolsó simításokat végzik a Mátis Kálmán utca 12 szám alatti ingatlanban. Az épület kívülről teljesen megújult, a főfalak kivételével gyakorlatilag minden ki lett cserélve. Kívülről 8 cm-es szigeteléssel látták el, de belülről is szigetelve lettek a kétszobás lakások, amelyek új nyílászárókat, új vezetékeket és új burkolatot is kaptak vagy kapnak. De nem csak ezek újultak meg, megtörtént a fűtéskorszerűsítés egyedi szabályozórendszerrel, minden ajtó 5 pontos biztonsági rendszerrel lett ellátva, és a lépcsőház is új fényében tündököl, a lakók feljutását a magasabb szintekre pedig egy korszerű lift biztosítja majd. A 9 emeletes ingatlan az önkormányzat tulajdonában volt, a Kikfor ingatlankezelő és forgalmazó Kft. A közelmúltban értékesítette, a befolyt összegből pedig újabb 40 lakás felújítása kezdődhet meg a Homokbányán, a Téglás utca 5 szám alatt. Eddig tudomásunk szerint 7 lakás kelt el a 37-ből, természetesen az egyedi igényeknek is meg tud felelni a kivitelező, hiszen mindenki kiválasztja azt, hogy milyen kategóriájú csempét, burkolatot, fürdőszobát, konyhát szeretne a saját kis lakásában, úgyhogy természetesen rugalmas a kivitelező, rugalmas az iroda, várjuk az ügyfeleket. A Mátis Kálmán utca 12 szám alatti lakásokat egy 15 éve működő, 1000 kereső ügyféllel és közel ennyi ingatlant kínáló, 32 értékesítőt foglalkoztató kecskeméti iroda árulja kizárólagos alapon. Kecskemétiesen mondva itt vagyunk a városba, és egy 5 perc kényelmes sétával a belvárosba vagyunk. Ilyen frekventált ingatlant, ahol gyógyszertár, iskola, óvoda közel van, nem gondolom, hogy most kecskeméti viszonylatban tudnánk ajánlani. Rendkívül jó árértékűek az ingatlanok, nagyon tudjuk ajánlani ezt első lakáshoz jutóknak, illetve olyanoknak is, akik befektetési célból vásárolnak. A felújított lakásokat meg lehet vásárolni szerkezetkészen és kulcsra készen is. Igénybe vehető a megújult szocból, valamint államilag támogatott hitelek is. Az ügyintézést az ingatlanforgalmazó díjmentesen biztosítja ügyfelei számára.